19-es napirendi pontunk a város 2017. évi rendezvény tervének a megvitatása. Ugye minden évben a képviselő testület dönt az éves rendezvény tervre, amit azt követően ugye közzé teszünk, illetve véleményeztetünk, valamint a civil szervezetekkel is megosztunk, annak érdekében, hogy egyrészt a civil szervezeteknek a rendezvényei is ugye be tudjanak csatlakozni az éves program tervbe és a rendezvény naptárba, másrészt, hogy lehetőség szerint minél kevesebb legyen az ütközés a városi rendezvények, illetve a magánszemélyek vagy egyesületek, civil szervezetek által, vagy intézmények által szervezett rendezvények között. A rendezvény tervet a Vigadó Nonprofit Kft. Készítette elő. Kérdezem az ügyvezető asszonyt, hogy kívánja ezt szóban kiegészíteni előterjesztést. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés vagy észrevétel. A város 2017. évi rendezvénytervéhez, hát hogyha nincs, akkor összességében csak annyit jegyezhetünk meg, hogy akkor bízunk abba, hogy a 2016. évhez hasonlóan a 2017-ben is egy színes és gazdag lesz a városnak a program kínálata. Jó, akkor... először a Vigadó, vagy először az Emberi Erőforrások Bizottságának a határozatát ismertetném. Ami egyfelől ugye elfogadásra javasolja a 2017. évi üzleti, illetve rendezvénytervet, valamint ugye, ahogy elmondtam, ugye annak megfelelően arra kéri a Vigadó Kft-t, illetve a Vigadó Kft-n keresztül a civil szervezeteket, hogy a programjaikat, rendelkezésükre álló plakátokat, tájékoztatókat vagy egyéb dokumentumokat időben juttassák el a Vigadó Kft. Részére. Aki tehát a határozattal egyetért és rendezvény tervet elfogadásra javasolja, az az igen gombbal jelezze. Képviselőtestület egyhangulag döntött a városi rendezvény terv elfogadásáról. A 20-as számú napirendi pont a jégpályával kapcsolatos döntések. Az önkormányzatunk a költségvetéssel összefüggésben, vagy a költségvetés tervezésével összefüggésben ugye azt határozta el, hogy 2016-ban is megkívánja rendezni a jégfesztivál programot, illetve ugye nem csak a nyitó rendezvényt, hanem azt követően mintegy két hónapig folyamatosan üzemeltetni kívánja a jégpályát Monoron. A pálya előkészítésével és az üzemeltetésével kapcsolatban semmilyen jelentős változás nem történne, vagy nem történik a korábbi évekhez képest, tehát a tavalyi és a tavalyi előtti gyakorlatnak megfelelően szeretnénk az idei, illetve a jövő idei végén, illetve a jövő év elején működtetni. December 3-án szombaton nyitna meg a nagy közönség előtt, és 2017. január 31-éig, pontosabban 28-áig működne, hiszen az az utolsó hétköznap. Ugye ezt követően zárna a jégpálya. Idejében is ugye tárgyaltunk a Vigadó Kft-vel, a UPC-nek a munkatársaival, és az idei évben is ugye ígéretet kaptunk arra, hogy a cég támogatja a rendezvényt. A korábbi évek, illetve a tavalyi évnek megfelelő összeggel fogja várhatóan szponzorálni a UPC a jégpályát, tehát a nyitó rendezvényt, illetve az azt követő programokat. A jégpálya a hétköznapokon délelőtt továbbra is ugye ingyen lesz látogatható szervezett formában a monori óvodások és iskolások részére, míg délután 2 órától pedig
ugye jegy ellenében lehet igénybe venni a jégpályát. A döntés, amelyet most ide a képviselőtestület elé hoztunk, az ugye egyfelől a pálya üzemeltetésére vonatkozó szerződés, amelyet azt kérünk, hogy a képviselőtestület fogadjon el és hagyjon jóvá. Másrésztről pedig az a szponzorációs és támogatási szerződés, amit pedig a Vigadó, ugye a szponzorral, a UPC Magyarország Kft-vel kötne. Kérdezem az ügyvezető asszonyt, hogy kívánja szóban kiegészíteni az előterjesztést. Van-e kérdés észrevétel? Sinkovics elnök úré a szó. Polgármester úr, csak itt ugye a kivonatban, a bizottságülés kivonatában az szerepel, hogy nem hoztunk döntést, mert a bizottság tárgyalt ezt a napi rendet, és tekintettel arra, hogy akkor még nem voltak olyan információk, ami döntési javaslat, de tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy mi olyan szinten tárgyaltuk ezt, hogy a oktatásnevelési intézmények képviselői jelen voltak a bizottságülésen, és annak megfelelően, ahogy az előző két évben is történt, a hivatal segítségével megtörténik egy ilyen egyeztetés, ami már ott a napirend lezárása után el is indult az illető ügyintéző kolléga segítségével. Csak azért mondom, hogy még mielőtt valaki úgy gondolná, hogy a mi bizottságunk nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, vagy nem veszik komolyan, ezt azért szerettem volna elmondani, hogy igenis ezeket a kis apró lépéseket mi a háttérbe azért igyekeztünk megtenni, hogy meg is tettük. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Tehát valóban ugye megtörtént a bizottsági ülésen az intézményekkel az egyeztetés, annak érdekében, hogy ugye itt is lesz egy ilyen, hát nem rendezvény naptár, de egy olyan beosztás, ami ugye azt tartalmazza, hogy a hétköznapokon ebbe a délelőtti vagy kettő óráig tartó időszakban melyik intézmény hány órában használhatja majd a jégpályát, illetve melyik intézménynek a diákjai használhatják a jégpályát. Egyébként a mai napon került pont erre az egyeztetésre, tehát én úgy tudom, hogy gyakorlatilag az összes szabad időpontot sikerült itt a kollégákkal, illetve az intézményekkel egyeztetve kitölteni, tehát gyakorlatilag összeállt az, hogy mikor melyik intézménynek a tanulói, vagy mely óvodás csoportok jöhetnek a pályára. Jó, akkor először arra kérem a testületet, hogy a előterjesztésnek és a bizottság határozatának megfelelően akkor döntsön a önkormányzat és a Vigadó kulturális és civil központ közötti megbízási szerződés megkötéséről, hiszen a Vigadó Kft-t bízzuk meg a nyitó rendezvénynek a megszervezésével, illetve formálisan a jégpálya üzemeltetésével, illetve a jégpálya mint szolgáltatásnak a megszervezésével, de hát a Vigadó Kft. Pedig ugye nyilvánvalóan ugye leszerződik a jégpályát üzemeltető céggel, hogy magát a szolgáltatást igénybe vegye. Aki a határozattal egyetért, az igen gombbal jelezze. A képviselőtestület egyhangulag fogadta el a határozatot, és most arra kérem a tisztelt önkormányzatot, hogy a Vigadó Kulturális és Civil Központ és a UPC közötti szponzorációs szerződést megkötését is hagyja jóvá. Aki egyetért fel, az igen gombban jelezze. Képviselőtestület egyhangulag döntött a szponzorációs szerződés jóváhagyásáról. Tehát önkormányzat a tavalyi évben a képviselő testület egyfelől ugye megszervezte a gyermekeknek a szünidei étkeztetését, amit egyfelől ugye biztosított abból a állami normatívából, illetve támogatásból, ami a Magyar Államkincstáron keresztül erre a feladatra érkezett. Másfelől ezt az összeget kiegészítette, és akkor nem csak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, illetve a hátrányos helyzetű gyermekeknek a nyári étkeztetését biztosította egy tartós élelmiszercsomag formájában, hanem azt kiegészítve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok részére is biztosított családonként egy
tartós élelmiszer csomagot. Ugye az idejében annyi változás van a vonatkozó jogszabályban, hogy a ilyen tartós élelmiszer csomagot sajnos nem adhatunk a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek. Ugye kizárólag melegétel formájában lehet ezt a szünidei gyermekétkeztetést biztosítani, ami ugye magán véleményem szerint nem túl szerencsés, mert főleg a téli időszakban sajnos sokan lesznek, akik azért a melegételért nem fognak bejönni, főleg napi szinten és minden nap a téli szünetben, míg a tartós élelmiszer csomagért gyakorlatilag mindenki bejött ebből az érintett csoportból. De hát ha már így van, akkor annyi lehetősége van az önkormányzatnak, hogy mivel ugye, ahogy említettem, tavaly is kiegészítette és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára is biztosította az élelmiszer csomagot, így azt javasoljuk, hogy az ő számukra az önkormányzat kiegészítve a téli szünidei gyermekétkeztetést ismételten biztosítsa ezt az élelmiszer csomagot, és ugye a tavalyi év gyakorlatával és összegével megegyező módon ugye 5000 forintban javasolunk egy csomagot meghatározni, tehát ennyiből javasoljuk összeállítani ezt a csomagot. Kérdezem, hogy van-e kérdés észrevétel? Ha nincsen, akkor kérem a képviselő társaimat, hogy előterjesztést támogassák és a határozatot fogadjuk el. Ugye ez 148 gyermek részére jelent majd, illetve annak a családja részére jelent majd egy tartós élelmiszer csomagot. Aki a határozattal egyetért, kérem az igen gombbal jelezze. A képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta. Tisztelt képviselőtestület, szeretném tájékoztatni az önkormányzatot arról, hogy a hivatal, illetve a városvezetés intézkedett a szociális rendeletben szereplő tűzifák beszerzéséről, amely a idei évben a NEFAG ZRT Monori Erdészetétől kerül megvásárlásra 3.685.500 forint értékben. Ez bruttó összeg, illetve Hárs László egyéni vállalkozótól kaptunk ajánlatot a feldolgozására, illetve a címekre történő, tehát a tűzifa darabolásra és a címekre történő kiszállításra. Arra kérem a képviselőtestületet, hogy utólag vegye tudomásul a tájékoztatást, aki egyetért vele, az igen gomba jelezze. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.